Egy icike-picike szobában is lehet varázsolni. A mai Álomszobagyár epizódban ezt fogom nektek bebizonyítani. Zalánhoz és Zéthényhez jöttünk el, két külön részben láthatjátok majd az ő picike szobájuk átalakítását, összesen 6-7 négyzetméter egy-egy szoba, tehát éppen befér az ágy, az asztal és némi ruhás szekrény, de meglátjátok, hogy ebből is ki lehet hozni valami igazán csodásat. Szia, Anita, már vártalak. Hát szia, Zalán! Megmutatod a szobádat? Igen. Ez itt a szobám. Mi az, amit szeretnél változást? Azt, hogy az íróasztalomnak legyen nagyobb helye, hogy akár még itt is lehessen valami, itt is lehessenek polcok. Több polcot szeretnél? Jobban el tudj pakolni? Igen. Hogyha itt marad az íróasztalod, akkor szeretnél-e valamilyen üzenőtáblát esetleg a falra, vagy valahova, ki tudod tenni ezt a sok-sok órarendet, posztert, igen, üzenetet? Na, megmutatod az autógyűjteményed? Igen. Asta! Hát ez rettentő sok. Ezekből fogsz válogatni az alkotáshoz? Mi a kedvenc színed? Sárga. Jó. Nézd, a sárga. Olyan sárgán pont van. Szuper! Na, hozod az inspirációkat? Igen. Színes ceruzák is jöhetnek, de lent is kapsz festéket. Készen állsz az alkotásra? Igen. Na, akkor gyere, menjünk. Én mindig készen állok. És nézd, itt van egy hatalmas nagy papírzsák. Ezt rajzolod rá ide? Na, szuper! És ezt kéne továbbfejleszteni, és erre a nagy papírzsákra nézd mekkora lap. Erre föl tudod nekem vinni? Igen. Na, szuper. Először rajzolja neki valami kis kontúrt, és akkor hozok még festéket, és akár azzal is szeretsz festeni? Uh-huh. Melyik legyen? Filztollal, vagy festékkel szeretnéd megcsinálni? Festék. Oké, rendben. Akkor vágjunk is bele. Arra gondoltam, hogy ceruzával rajzolt fel a kontúrt. Körbe rajzolod? Jó. Én meg nyomok neked sárga és fekete festéket, és utána akkor mutatom neked, hogy ezek a pamacs ecsetek mire is jók. Na, hát akkor ebből a mintából kéne még többet fölrajzolnod. Jó van. Jó, még kiegészítetted a kereke? Uh-huh. Ki fogjuk festeni, és akkor lehet, hogy az egyik autót feketére fested, a másikat sárgára. Ha szeretnéd, akkor pirosra is színezhetsz egyet. Piros. Jó. Na, akkor rajzod ezt is körbe itt is. Nézd meg, itt vannak a festékek. Ilyen ecsettel festettél-e már? Dehogy. Ez szivacs ecset. Ezt így kell festeni vele. Nem úgy, mint a sima ecsetnél, hogy így. De én a simát. Simával? De próbáld ki ezt a szivacsot. Ezzel így kell festeni. Jó. Kezdődhet is az összepakolás. Amit megtartunk itt Zalánnál, az az ágy és az íróasztal, mint bútor. Ettől a magas szekrénytől megszabadulunk, mert ez nagyon lefogja a teret. Ugye egy tetőtéri szobánál nagyon fontos minden négyzetcentimétert kihasználni, hiszen itt aztán igazán, hogyha praktikusan ki van alakítva a tér, akkor sokkal-sokkal otthonosabb és kényelmesebb lesz. Egy ilyen az nagyon leveszi a pont, a leghasznosabb légteret. Ugye úgy van a tetőtéri számítás, hogy egyébként ami alá egy felnőtt ember már nem fél be, így kinyújtva, az már nem számít hasznosnak, és ezt egyébként nem is számítják teljes négyzetméternek, úgyhogy valójában ez a szoba egyébként 7,5 négyzetméteres, de kevesebbnek számít, amiatt, hogy lejön kb. 2-2 négyzetméter mindkét oldalon. Úgyhogy ez a nagy szekrény kikerül, ez a nagy magas polc is kikerül, helyette fiókosokat fogunk berakni, és az íróasztalát még megtartjuk, az nagyon szép vadonatúj. Úgyhogy kezdődhet is a pakolás. Óvatosan kell pakolni, mert itt rejtett műalkotások is vannak. Hát érezhetően sokkal-sokkal nagyobb a tér. A lányok elkezdték összeszerelni a fiókos szekrényt, én elkezdem festeni a fókuszfalat, kap egy réteg fehéret, és utána rá színeket.
estésnél választhatok hengerelést is, a fehéret ugye ezzel vittem fel, vagy akár egyébként egy szélesebb lapos ecsettel is föl tudjátok vinni a festéket a felületre. Hát ez nyilván egy picit lassabb folyamat, egy kicsit szöszmötölősebb, viszont van, amikor az embernek ez kikapcsolódásként, már meditatív foglalkozásként nagyon jól esik, úgyhogy most én is itt ebben a helyzetben ezt választottam. Jól esett ezen ilyen alaposan végigmenni, és amilyen energiákat beleraktok itt a falfestésbe, meg a szobákba, aztán majd a használója abból merítkezni is tud. Most, hogy elkészültem a következő mintarészlettel, azt kellene eldöntenem, hogy ezek a polcok, amiket tervezéskor még nem véglegesítettem, milyen színűek legyenek, maradjanak-e natúron, kapjanak-e esetleg fehér, szürke vagy sárga, esetleg fekete alapszín. Mivel szerintem ebben az entérőben mindegyik megoldás jó, arra gondoltam, hogy egy kis mini közvéleménykutatást tartok, és megkeresem a nyerő színt rájuk. Be tudtok jönni egy kicsit, Ilus, Daniella? Szeretnélek megkérni titeket, hogy szavazzatok. Milyen színűek legyenek a polcon? 5 polcot terveztem a falra. Lesztek még ezen belül fekete és sárga motívumok, tehát még azért kap egy kis fűszer, de hogy szerintetek maradjon-e natur, vagy melyik színbe tetszene nektek a legjobban? Ne maradjon natur. Biztos, hogy ne legyen natur. Sárga biztosan legyen. Uh-huh. És nekem egyébként a szürke is jó, mert akkor van színe meg römleges. Akkor egy szavazat a sárgára. Vegyesen nem lehet? Sárga, lehet szürke. Vegyesen is. Uh-huh. Sárga, szürke? Uh-huh. Te is erre szavazol? Uh-huh. Jó, akkor még Zalánt kell megkérdezzük. Aszta! De gyönyörű lett a papírzsákod! Gratulálok hozzá! Ez egy igazi műalkotás. Egy kérdéssel jöttem hozzád. Nézd meg, lesznek ilyen polcok, ennyit elárulok a szobádban. Ezekre gondoltam egyébként a matchboxot rakni, és arra kérlek, hogy döntsd el, hogy milyen színű legyen. Én adok neked 3 lehetőséget. Rendben? Szavazhatsz a sárgára, a feketére és a szürkére. Vagy a pirosra. Hát, pirosra is szavazhatsz. Arra szavaztam. És még egy másik színt is válasszál. Szürke. Lehet úgy, hogy sárga, szürke és egy kevés piros lesz benne? Az úgy tetszene? Uh-huh. Rendben, megbeszéltük. Na hát egy icipicit akkor módosítok a kompozíción, hiszen Zalán nagyon szeretett volna egy kicsi pirosat is belecsempészni a polcokra. Úgy is szerettem volna neki az íróasztal fölé valamilyen kis pakolós, üzenős részt, akkor 2 polcot ebből az 5-ből oda átkomponálok. Ide pedig egy picit újra gondolom, amit már korábban megterveztem, azt a mintát. Kikerülhetnek végre a festékes eszközök, bekerülhet a 2 új fiókos, amit a lányok összeszereltek, és akkor fölé újra gondolom ezt a kompozíciót. Hogyha olyan festéket választotok, ami nem csak falra, hanem fára, fémre vagy műanyagra is jó, akkor könnyű dolgotok van olyankor, hogyha hirtelen kell dönteni, mint például most nekünk a polc választásánál, hiszen minden színen rendelkezésre áll, ugyanabból a festékből festettem meg ezeket a polcokat is. Úgyhogy ez egy nagyon jó tipp, így egyszerűsíthetitek és hatékonyabbá tehetitek a vásárlást. Alakul már a kis
fal kombináció, fal festés, és miközben ezt készítettem, arra gondoltam, hogy hát amikor terveztem Zalán szobájának az elrendezését, az alaprajzot, akkor elég nehéz volt belőni a pontos szögeket, erről nem volt pontos információnk, hogy hogy van itt a tetőtér alakulása, és már egy picit azért rossz érzéssel töltött el a terveknél is, hogy hát gyakorlatilag sajnos a legsötétebb részbe kerül az íróasztala, de ugye az ágynál nem volt variációs lehetőségünk, az csak is oda kerülhetett, a teret mindenképpen szerettem volna megnyitni, ezért maradt így. Viszont ahogy most nézegettem, az jutott eszembe, hogy mi lenne, ha keresztbe fordítanánk az íróasztalt, úgyhogy ezt ki fogom próbálni, mert akkor mégiscsak fénnyel szemben ülne, amikor itt tanul, és azért sokkal jobb érzés, egyrészt a tér is előtte lesz, másrészt ugye a fény is sokkal jobban jön majd neki, úgyhogy megnézzük, hogy mennyire alakul ki itt esetleg egy zárt rész, vagy pont jó egy kis tanulósarok. Megnézem, hogy is néz ki a bejárattól. Igazából egy ilyen kis tanulósarok, egy kis bázis alakult itt ki. Sokat nem vesztünk, mert ugye itt már nem hasznos tér van. Itt pont jól le tud majd ülni, és hát az viszont nagyon-nagyon jó, hogy előttem van a tér, jön a szép természetes fény, és így sokkal harmonikusabb, kellemesebb lesz majd tanulni. Az új elrendezésnek még az is az előnye, hogy ugye ide berakjuk a kis tanszertároló, rendszerező új szekrényét, viszont a könyves polcnak itt remek helye van, úgyhogy visszakerülhetnek, ugye rengeteg könyve van, ezzel még gondolkoztam, hogy hogyan, hova tegyük el, de így egy remek kis tanulósarok alakul ki. Na hát végre elértünk a napnak arra a pontjára, amikor lehet dekorálni, úgyhogy szépen itt a kis alvósarkát elrendezem, egy-két kedvenc plüss, egy kis hangulatos virág, egy kis mesekönyv, letakarom az ágyát, jöhetnek a díszpárnák, és lassan-lassan bejöhet Zalán a birodalmába. Ezekre a kis dekoratív 3D-s polcokra Zalánnak a kincseit fogom felrakni, a Matchbox gyűjteményéből a színben harmonizáló darabokat ide rakom, a pirosokat pedig a pirosas sarokba. Megszereztem a papírzsákot Zalántól, elhelyezem a végső helyére, és akkor megyek is érte, megmutatom végre neki a birodalmát. Na hát, eljött a pillanatod. Készen állsz? Uh-huh. Na, akkor irány a szobád. Picit erre még gyerek. Hú, hát jó sok-sok száz percet kellett várni, igaz, erre a pillanatra. De azért türelmesen kivártad, úgyhogy most van egy kis meglepetésem számodra. Mégpedig a leleplezés most következik, a birodalmadat megnézheted. Jól néz ki. Nézd, csak itt van egy kis irodád. Ez egy kis főnöki asztal lett. Gyere, kipróbáltad, milyen lesz itt tanulni. Belátod az egész szobát. Kaptál egy gyönyörű falat. Hogy tetszik a fal? Tetszik? Aha. Kiállítottam rá a matchboxaidat.
Szóval itt kaptál új ruhás szekrényt, ezekbe tárolhatod majd a pólóidat, ruháidat, jó, mindent. A könyves szekrényed megmaradt, itt ez a tanulósarok, ott van a két polc, amit festettél. Na, melyik a kedvenc részleted? Az ágyam. Az ágyad? Uh-huh. Tetszik ez a sárga szürke? Uh-huh. És a sejmes szőnyeg? Az is. Jó lesz itt reggel felkelni? Igen. És volt kedvenc pillanatod a napból? A kedvenc pillanatom? Uh-huh. A nap legjobb pillanata az most van. Gyere, állj fel az asztal tetejére és nézz körül onnan is. Ez lesz a nap legjobb pillanata. Jó. Oda néz. Egész más perspektíva, igaz? Uh-huh. Egy igazán izgalmas és eseményteli nap volt. Hogyha visszagondolok a nap elejére, akkor az alá, mintha egy fél évszázaddal ezelőtt engedett volna be ide a birodalmába. Nagyon helyes, aktív és kreatív kisfiú volt, úgyhogy ő nagyban segítette a mai álomszobagyár epizódot. Ráadásul ugye napközben rengeteget variáltunk, úgyhogy ez erre szükség is volt az ő aktív segítségére, de így most minden a helyére került, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, és hát a nap kedvenc pillanata az mindent elárult, hogy az Alánnak az volt, hogy most a leleplezés volt a kedvenc, hát ez nekem zene volt füleimnek, illetve a szívemnek. Remélem, hogy tetszett nektek is ez az átalakítás, találkozunk legközelebb is. Sziasztok, szép kreatív napot! Köszönjük az Álomszobagyár támogatását az Eglónak és a PPG Trilaknak.